Kedves hallgatóink, szervusztok! Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Róberttel, Zsupos Ágival és Horváth Oszkárral. Ugye másfél éve napi szinten friss hírekkel is foglalkozunk, és ezen a ponton megint emlékeztetnem kell mindenkit arra, hogy annak ellenére, hogy én ebben részt veszek, rettenetesen kellemetlen, hogy szerintem egy valóságsót nézünk. Ezúttal VV Judit válik. Azon a színvonalon vannak időnként a magyar politikai élet szereplőivel kapcsolatos történések, amin rajta tartjuk a szemünket, amit egyszerűen nem éri megnézni. Nincs igazából az időben jelentősége. Nyilván 20 év múlva fog kiderülni, hogy ki volt az, akire érdemes volt odafigyelni, akár a haszna, akár az általa okozott kár miatt. Nem hiszem, hogy Varga Juditnál a haszon az megelőzni a kárnak a mértékét, de hogy éppen milyen csokot vesz föl, hány ingatlant, hány felé bont, milyen tulajdoni lapokon, és hogy hogy áll a házassága, ráadásul néhány nappal azután, hogy a köztársasági elnökünknek a felesége alezredes lett, azt kell, hogy mondjam, hogy elég szánalmas. Elválik Varga Judit igazságügyi miniszter és Magyar Péter, derült ki abból a bejegyzésből, amelyet a férfi tett közzé kedden a Facebookon. Majd 18 évvel a megismerkedésünk után az utóbbi két hónapban egyértelművé vált, hogy közös utunk Judittal véget ért, írt a Magyar, a Diákhitelközpont ZRT korábbi vezérigazgatója. Varga Judit közleményében azt írta: szeretném megerősíteni, amit a férjem nyilvánosságra hozott. Valóban válófélben vagyunk. Varga megjegyezte, ebben a nehéz időszakban is három közös gyermekünk biztonsága és nyugalma a legfontosabb számunkra. A sajtóorgánumokat pedig arra kérte, hogy tartózkodjanak a pletykák és találgatások közlésétől. A sajtóban egyszer már felmerült a házaspárral kapcsolatban a válás. A Blick 2021. februárjában több forrásra hivatkozva azt írta: több mint egy évtizednyi házasság után válnak Vargáék. Ám az igazságügyi miniszter akkor cáfolta a lap információit, és úgy fogalmazott: a családjuk ellen összehangolt támadást indított a sajtó. Gyalázatos. Hát én azt hittem, hogy a család az szent. Én azt hittem, hogy legalább ez a nemzeti oldal, ez tiszteli a családot, hogyha egyszer kimondtuk a boldogító igent. Az egy életre szól. Hát én azt hittem, hogy itt legalább ők komolyan veszik ezt. Hát ezt a Atya Úristen előtt tették ezt az esküt. Esküt tettek egymásnak. Most akkor mi lesz velünk magyarokkal, akik róluk próbálunk példát venni, és próbáljuk a családot, a kis családot egybe tartani. Próbálunk gondoskodni a kis családunkról, és akkor azt látjuk, hogy ők odafönt a hatalom csúcsain válnak. Válnak. Nem azért vagyunk együtt a másikkal, hogy boldogok legyünk vele, meg hogy jól érezzük magunkat, hanem azért, mert ez a rendje. Azért, mert magyarok vagyunk, azért, mert becsületes, tisztességes emberek vagyunk, akik ha egyszer megesküdtek valamire, akkor azt betartják. Varga Judit talán nem boldog Magyar Péterrel. Mi se vagyunk boldogak Varga Judittal. De hát nem válunk el. Nem válunk el, mert megesküdtünk. Ez a mi magyarságunk. És mi ebben megmaradunk. Mi ebben ki akarunk tartani. Miért? Mert álhatatosak vagyunk. Na most ezt az álhatatosságot várom én el azoktól, akik hát sokszorosan kéne, hogy igazolják ezt ott fönt a hatalom csúcsain, példát állítva magyarok százezrei elé. Én emlékszem azokra az időszakokra, amikor az ellenzék családi ügyeibe ártotta bele magát a sajtó, hogy most melyik oldalon vagy milyen oldalon azt hadd ne említsem, és ez Vona Gábor volt, akiről egy időben rengeteget cikkeztek, hogy ő meleg, félrelép a felesége mellől, és hogy ott mik történnek, akkor valahogy nem tűnt ennyire kiszolgáltatottnak a helyzet. Akkor az ott valid volt, akkor az közérdek volt, hogy tudjuk, hogy az ellenzékben hogyan robban szét a család, ha egyáltalán, mert ugye igazából ott azt nem lehetett így végigkísérni, mint egy Johnny Depp és Amber Heard válást, most ki tudja, hogy majd Varga Juditék megkérték a közönséget és a magyarokat, hogy ne forogjon, köztálljon az ő ügyük. Ugyanakkor ezt nem lehet elvárni szerintem, amikor bulvárt csinálunk ugye a politika nagy részéből. Az is nagyon érdekes, hogy miért nem azokkal a döntésekkel
foglalkozunk, vagy tervekkel, amiket a kormány ugye hoz folyamatosan, és valójában megváltoztatja a hétköznapjainkat, vagy az életünket. Ahelyett tele van az internet nagyon magas kattintás számmal azokkal a cikkekkel, hogy Varga Judit válik, vagy például Gyurcsány Ferenc, ugye a Rácznéföldi Juditot hogyan ölelgeti. Ez a mai nap két legtöbb interakciót hozó híre. A Varga Judit válása, és hogy a Gyurcsány Ferenc amilyen kellemetlen módon ölelgeti Rácné bárkit. Igen. Különös, hogy mindig az lesz homoszexuális, vagy az ölte meg a szomszédját, akitől a hatalom éppen megijed. Vagy aki a aki a hatalmat nagyon-nagyon irítálja. Járt már így Vona Gábor, járt már így Juhász Péter, járt már így Márki-Zay Péter. Különös, hogy... És ebbe, Robi, és mindig cím, erre akkor hajtani kéne. Téged utoljára mikor homoszexuálisoztak fel rendesen? De szerintem figyelj, rá kéne hajtani rendesen. Figyelj, vannak dolgok, amiket bízunk már az ő kreativitásukra. Hát lehet, hogy én pont nem homoszexuális leszek. Lehet, hogy kutyát nyúztam, mondjuk. Vagy macskát folytottam. Kis macskát folytottam vízbe. Az azért súlyosabb, mint homoszexuálisnak lenni. Akár még az ő szemükben is. Akár még a Riposzt magazin olvasóinak a körében is. Meg ugye már nem vagy pedagógus, szóval ez sok mindent kizár a körbe. Jól látható, hogy a politika bulvárba folytása és dekonstrukciója zajlik. És teljesen nyilvánvaló az én számomra, hogy a Gyurcsány ezt az ölelést, ezt előre megtervezetten, célzottan hajtottam. Jaj, nem el is mondta, el is mondta. Mi? Igen, hogy de, ez meg volt beszélve. De, hogy tegnap elmondta Rónai Egonnak. Esetlen Binya csávó a táncolására emlékezett már vissza. Persze, hogy nem tud megölelni egy idegen nőt. A hoverhand jelenségnek a legnagyobb szintjei suhannak át rajta. De tényleg jobban tudod, mint Gyurcsány Ferenc? Hát én hazudik, amikor mozog a szája. Ne. Miért most mondana igazat? Béna, ne. Ciki neki a helyzet, úgyhogy elmondja, hogy ez meg volt. De szerintem nem ciki. Vagy otthon Klárával meg is beszélték, otthon ültek, és mivel Klára hordja a nadrágot, azt mondta, hogy Feri, szerintem csináljuk ezt. Csináljuk ezt, és tudod, hol csináld? Viktor előtt csináld. Állj be elé, és figyeljük meg, majd veszi a kamera, hogy ő mennyire érzi magát kényelmetlenül, vagy sem. Arról van szó, hogy a Fidesz gyártja a bulvárt folyamatosan. És az ellenzéknek két lehetősége van. Vagy nem vesz róla tudomást, de már kiszorították minden felületről. Tehát nem veszek tudomást a nyilvánosságról. Legfeljebb azt csinálhatja az ellenzék, hogy kivonul a nyilvánosságból. Akkor pedig hát el... sikkad az ellenzéknek a puszta léte is. A másik lehetőség az az, hogy az ellenzék reagál, mindig reagál arra, amit a Fidesz tematizál. Ez is egy vesztes helyzet. És erre válaszolja az Gyurcsány Ferenc, hogy akkor most mi fogunk tematizálni, akkor most mi keltünk botrányt valami olyasmivel, ami már senkit nem befolyásol. Nincs egy DK-s, aki azért, mert a Gyurcsány lefogta azt a nőt, most majd nem a DK-ra szavaz, hanem máshova. Nincs egy fideszes, aki azért, mert a Gyurcsány ilyen férfiasnak mutatkozott. Majd elkezd kételkedni Orbán Viktor vezetési képességeiben. Nincs. Tehát valójában már semmit nem jelent az, amivel a bulvárba kerülsz. A bulvárba kerülés ténye, illetve a tény elmaradása az, ami van összesen. Tehát nincs rossz apropó, amivel a bulvárba lehet kerülni. Tehát le kell verni a poharat az asztalról. Valamilyen módon. Fogd le a kezét. Az majd elragadja a pillanatot a Fidesztől. És akkor tudod, Gyurcsányról van szó, a DK-ról van szó. Lehet, hogy kellemetlen konnotációban, de már semmi sem kellemetlen ezeknek, és nincs, ami kellemetlen legyen, mert aki látszik, az játszik, és aki nem látszik, az nem játszik. És a képlet nagyjából ilyen egyszerű lett mára. Abban egyetértek Oszival, hogy viszont az ellenzék rendszeresen mellélő, míg a Fidesz nagyon erősen utána jár, hogy hogyan kell hatást kelteni, vagy hogyan kell jól kommunikálni. Valószínűleg kicsit több energiát is tesznek ebbe bele, de hogyha megnézitek az ellenzéki megmozdulásokat, akár a kommunikációs oldalon, akár a social media felületekben, akkor általában nem érnek el akkora hatást. Most tényleg ez volt a felkattintott cikk, hogy Gyurcsány kit ölelgetett és kit fogott le a parlamentben. És hogy? De előtte viszont hiába próbálkoztak, talán
talán utoljára akkor tudták úgy a közbeszédet formálni, vagy nem is tudom, fenntartani az érdeklődést, amikor ugye Kunhalmi Ágiékról az a rengeteg mém elkészült. Ágiék? Neked csak Ágiék? De tőlem ne kérj bocsánatot, hogyha ti ilyen jóba vagytok Ágiékkal. Vagyunk jóba, nem ismerjük Ágiék. Egymást. Nem ismerjük egymást. De ez egy kicsi ország, egy kicsi, és egy kicsi média elit, meg egy kicsi uralkodó osztály. Itt már a műsor eleje óta ferizünk, meg viktorozunk, akkor gondoltam, legyen egy Ágiék. Kuni, de nekem VV Ági, nekem most már mindenki VV Viktor, meg VV Tóni lesz, én innentől valóvilágozom ezeket a szerencsétleneket, mélységesen lenézem azt a figyelemrablást, amit elkövetnek. Egyébként Robi, túl sokat nézel ki belőlük, igazad van, felismerik, hogy ezzel fel lehet hajtani figyelmet, de nem azzal, hogy akkor Feri, mondja barátom, hogy akkor öleld át, amilyen hülye idétlenül csak tudod. Hát ő csak úgy tudja. Tehát nem az, hogy szól... Fogd le a kezét. Jó, hát fogd le a kezét. Fogd hátra a kezét, mint a ki akarnád kavarni a távirányított belőle. Fogd hátra a kezét, mintha meg akarnád erőszakolni. De ezt hiába mondod el neki, mert nem tud koreográfiának engedelmeskedni, mert egy szétszórt kelekótya De végig, ember. Végig látják, hogy ez van, és utána azt jól tudják, hogy hírt kell csinálni belőle. Nem kell ehhez belevenni a Ferit, hogy ez így sikerüljön, hanem így sikerüljön. Jó, tényleg ez a fontos, hogy szándékos volt-e vagy sem? Szóval igazából persze. Itt tényleg arról van szó, hogy ez most bekerült azért a bulvár, engem is persze, csak talán ennél sokkal fontosabb, hogy miért ez az, amit a legtöbben kommentelnek és fellájkolnak a helyet, hogy azzal foglalkoznak, viszont, ami a lényeg. Ez viszont nem a politikai megmondókon és kommunikációs tanácsadókon múlik, hogy végül ez ér a csúcsra. Hmm. Nyilván van éppen elég bulvár A média elit züllesztette le ide a közbeszédet Magyarországon. Nem, persze mindent rá lehet fogni a magyarokra, meg mindent rá lehet fogni az olvasókra, hogy ők ilyen igénytelenek. Eddig is tudtuk, hogy Gyurcsány Ferencnek halálos az ölelése. Csak mi ezt eddig átvitt értelemben értettük. És most a Gyurcsány Ferenc, mint a hülyéknek elmagyarázza, hogy így halálos, ahogy mutatom, hogy hátra fogom a kezét, és úgy ölelem meg, hogyha nem akar ölelkezni, akkor is ölelkezik. Mert azt mondom, mert én vagyok a Ferenc. Azért, mert én dominálok. Na, ilyen, és tudod, belépsz a DK-ba, akkor tulajdonképpen ezt érzed, csak átvitt értelemben, hát tudod, megfognak, és azt csinálják veled, amit nem szégyelnek, és Gyurcsány meg is csinálja a parlament előtt. Nekem ettől egy nagyon rossz triggerem volt egyébként, amikor megnéztem a képet, pont emiatt a főnök beosztott viszony miatt. Volt ehhez hasonló élményem még nagyon-nagyon régen, amikor nem mertem nemet mondani, de nem ilyen tapira, tudjátok, hogy most valahol megfogott, ahol nem akartam, hanem amikor belép az intim szférádba, a teredbe, és akkor az van, hogy már puszival köszön, mikor te nem szeretnéd, vagy úgy ölel meg, hogy te egyébként nem szeretnéd már a főnöködet kezelni, és nem történik erőszak, de mégis az van, hogy fölötted van, és akkor nem mersz nemet mondani, mert a megélhetésed függ tőle. Én nekem ez jött le erről a képről, hogy olyan hatalmat gyakorol, amire most ebben a pozícióban valaki nem tud nemet mondani. Olyan rossz élmény volt nekem is ránézni. Nekem az a hasonló élmény, amikor úgy szólít meg valaki ilyen vállalati környezetben, vagy fölötted álló, vagy megrendelő, hogy barátom. Az nekem hasonló, és én itt nem azt érzem, hogy ő erőszakoskodik, hanem ő azt akarja demonstrálni, hogy ők ilyen ölelő viszonyban vannak mindenkivel. Hát ő a Feri mindenki. Nem az ölelést kell magyarázni, hanem hogy lefogja a kezeit, Oszi. Nem az ölelést. Ezért kell ilyen módon közel férkőznie, mert a kutya nem vágyott rá, hogy közel kerüljön. Tehát akkor arról van szó, hogy azért fogta le, mert a nő nem akart ölelkezni. Tehát mi más tehetne egyébként, ha a nő nem akar ölelkezni, de a nőnek akkor is, de az a helyzet, hogy a nőnek akkor is ölelkeznie kéne, ha nem fogná le a kezét, mert a Feri a DK elnöke. A nő meg most a parlamentben, egy köztisztséget vállal, amire őt a Feri jelölte. Tehát ő neki akkor is ölelkeznie kéne, az, hogy ő lefogja a kezét, az csak szimbolikus. Na pont ezt érzem én is belőle. Nem kéne lefogni a kezét, és a nőnek amúgy is le lenne fogva egzisztenciálisan a keze, de ő lefogja. Mert megteheti. Mert megteheti, és ha megteheti, meg is teszi, és jelzi is, hogy ez a macsóság, többi a Fidesz ezt a macsóságot sem sajátíthatja ki. Mert a Feri ebben is felveszi, minden hitványságban így ebben is felveszi a versenyt. Olyan aranyos, hogy macsóságnak nevezed, a Gyurcsánynak a pua képzésen van a helye. Ez az a fajta csávó. Értem, hogy egy erőszakos
narcisztikus figura, aki így ragaszkodik a figyelemhez, a vezető szerephez és mindenhez, amit valaha betöltött még ennyi idő távlatában is. De ő nem egy macsó, ő nem egy jóképű. Neki magyarázd el. Kedvelik a nyugdíjasok, mert bárcsak a fiam ilyen szépen felöltözne és kivasalná az ingét. Már ez sincs így. Valamikor az ezredforduló után pár évvel így volt, ma már a nyugdíjasok is a Viktort fogadnák örökbe, nem a Ferencet. Hát inkább ruháznám, mint etetném. Arra nem gondolnak? Majd 18 évvel a megismerkedésünk után az utóbbi két hónapban egyértelművé vált, hogy a közös utunk Judittal véget ért. Írta Magyar, a Diákhitel Központ ZRT korábbi vezérigazgatója. Milyen sikeres ember. Nem, hát így találkoztak, tudod, hogy mindketten sikeres emberek Igen. voltak, és így szerettek egymásba. Egy kaszton. 18 évvel ezelőtt. Igen. Már 18 évvel ezelőtt is bizonyára a Diákhitel Központ ZRT vezérigazgatója volt. Hát csak nem gondolod, hogy Borsodban valahol Ózdon találkoztak. És tudod, Magyarról most hallunk először. Hát most, amikor ő válik, vagy inkább tőle válnak. Illetve hiszem. Ő adta ki a közleményt, ezt nem tudom, figyeltétek-e. Hogy ő volt ez, aki megszólalt az asszony helyett, akinek sokkal nagyobb hangja van, és kiadta a közleményt, hogy a magánéletünket legyetek szívesek tiszteletbe tartani. Úgy emlékszek majd Juditra, ahogy ezen a képen látom őt, csak a boldog pillanatok. Olyan flash-en volt ettől is, mintha Jason Momoa adná ki a válásáról. Tényleg itt is elhangzott az, hogy a magánéletünket tartsák tiszteletben. Volt ez. De akkor miért kommunikálja a válását, ha a magánéletét tartsuk tiszteletben? Miért köti az orrunkra? Nem kíváncsi a magánéletére úgy egyébként. De szerintem meg attól tartok, hogy igen, nagyon is sokan kíváncsiak a magánéletére. Ez a probléma része. Én azt gondoltam, hogy az ő, hogy ezeknek az embereknek a magánélete az így megmarad nem programnak, tudod, nem nézegetni valónak. Tehát hogyha Obama válna a feleségétől, szerintem az is óriási bulvárhír lenne. Ez Magyarországon ugye kicsibe igazából nem csak a bulvár helye van meg, hanem az is, hogy mire tudja felhasználni az ellenzék, vagy a megfelelő pártpolitika a saját kommunikációjába, és sajnos Juditékat nem is nagyon tudjuk semmire felhasználni azon kívül, hogy bombázza ez a hír ugye a keresztény család. Ne legyen velük igazságtalan. Illetve az lenne igazságos, ha mégis inkább igazságtalan lennél. Igen, és hát nyilván azért adta ki ezt a közleményt, hogy pontot tegyen az összes kérdésre. Jaj, tényleg, tartózkodjanak a pletykák és találgatások közlésétől, de miért nem ők tartózkodnak a pletykák közlésétől? Hát ők pletykálhatnak magukról, de mi ne pletykáljunk róluk. Ez mi? Tehát csak ennyit kéne megérteni, hogy vagy nyilvánosság elé tárom a magánéletemet, és ebben az esetben az pletyka tárgya, mert azt akarom, vagy megtartom magamnak a magánéletemet, és kérek mindenkit, hogy tartsa tiszteletben. Aki nem mutogatja a válását a nyilvánosság előtt, annak joga van az intimitást elvárni a nyilvánosságtól, aki viszont kiteregeti, és úgy kezeli a saját magánéletét, mondjuk itt ez esetben a saját válását, mint egy közügyet, annak utána nincsen joga ahhoz, hogy azt kérje a nyilvánosságtól, hogy az ne pletykáljon erről. Hát most nyomtad a pofámba. Van egy Breaking Bad a szereplésnek is, én azt hiszem, tudod, hogy nem akarsz tulajdonképpen, de azt először kérnek, aztán utána nyomoznak, utánad firtatják, és vagyonnyilatkozatot kell közzétenned. Hopp, abból kiderül, hogy milyen hitelekből, milyen ingatlanok, hogyan mozogtunk, mi van Balatonon, mi van a 12. kerületben. Mivel egy picit ez túlkapásnak tűnik, vagy legalábbis vagyonosabb akármilyen forrásból is, mint az országnak a maradék 98%-a, ezért magyarázkodásra kerül sor, amiben már be kell vonni azt, hogy hát a gyermekek kedvéért, és nekünk ennyi van belőle, és hirtelen családot csinálsz belőle, és már is a bulvárban találod magad. Nyilvánvalóan nekik nem ugyanaz a motivációjuk a szereplésre, mint a Varga Viktornak, bár ugyanaz a vezetéknév. Nem téveztem össze. Tehát ő nem szerepelni akar, hanem figyelmet elterelni akar. Nem tudom, hogy nem ugyanaz a fogalom illik a kettőre. Nem mondom, hogy az egyik rosszabb, mint a másik, hanem másképpen nem ő teljes. Most a politikai szerepléséktől függetlenül Varga Judit mellett még hadd szóljak egy pár szót, hogy
szerintem válni az egyik legnehezebb dolog lehet a világon. Szerencsére nem volt benne részem, de házasodni is kell hozzá. Igen, házasodni is kell, ezt nemrég fedeztem fel, de hogy, hogy az mégiscsak mellettük szóljon, hogy nagyon nehéz időszak lehet ez. Nagy közönség előtt is, vagy úgy, hogy valaki állandóan kopogtat és folyamatosan kérdez, vagy szembesülni ezekkel a cikkekkel, amik valótlanságokat hoznak le, úgyhogy azt mondjuk el tudom nézni attól függetlenül, hogy milyen szerepük van a ehhez csatlakozom, tehát nem mondom azt, hogy úgy kell neki, meg megérdemli. Bizonyára nehéz, és a gyerekeknek is nehéz, és közzétették, hogy azért ez nekik fontos, nyilván a gyerekek a legfontosabbak között vannak, majd remélem mindent megtesznek. Én ki is nézem belőlük, hogy annyira kultúremberek ilyen szempontból, hogy nem is lesz probléma az, hogy itt egy vitás válás van, de volt, aki megjegyezte, hogy azért, ha itt egy jogász útján rendesen összecsapnak, és valakinek egy oldalon megítélik a gyerekfelületnek a felügyeletnek a jogát, és az mondjuk nem Varga Judit, akkor azért ott lennék, hogy ez én is rosszul érezzem magam, de nem ezt feltételezem. Viszont itt nem ez a téma, hogy a válása miatt sajnáljuk, meg ne lehessen alibiből a rossz dolgok mögé bújni, miközben megsokszorozottan tenyérbe mászó viselkedést tanúsítanak újra és újra. Én hadd legyek ilyenkor a sértett néző oldalán, amikor VV Judit és VV Peti éppen válik. Varga Viktor szereplése az egy öncél. És ilyen értelemben, mivel nincs tartalma, tartalmatlan, érvénytelen, szégyentelen. A Varga Juditnak a szereplése az funkció, és pedig politikai funkció, és ilyen értelemben meg igenis közügy. Egy közügy, ami más közügyekről tereli el a figyelmet. Probléma, hogy közügy, de tagadhatatlanul az. A bulvár és a politika egymásba mosódik, és azzal a szándékkal, hogy soha-soha ne lehessen többé szétszálazni. A TikTok szerdán bejelentette, hogy minden 18 év alatti felhasználónak alapból napi 1 órás használati limitet vezetnek be, hogy megnehezítsék a kamaszoknak, hogy órákon át az alkalmazáson lógjanak. A korlátozást az elkövetkezendő hetekben vezetik be. Ez a korlátozás azonban nem végleges. A felhasználók a 60 perces limit elérése után egy jelszó beírásával meghosszabbíthatják az időkorlátot. A cég közlése szerint azonban az, hogy aktív lépéseket kell tenniük, csökkenteni fogja a TikTokon eltöltött időt. A 13 év alattiak számára szintén 60 perc lesz a limit, de ők már csak szülőengedélyével tudják azt megnövelni 30 perccel. Emellett lehetőséget adnak a szülőknek arra, hogy folyamatosan kövessék, hogy mit csinálnak a gyerekeik a TikTokon, és saját időkorlátot is beállíthatnak, valamint szűrhetik, hogy milyen tartalmak kerüljenek eléjük. Én ezt nem értem. Nem értem, hogy egy cég, még hogyha a kínai kommunista párt központi bizottsága áll is mögötte, mint minden cég mögött Kínában, tehát azt hiszem, hogy ott így alig tudod megúszni a közös tulajdon. Van, nem, a közös tulajdont, de ez állami projekt. Tehát én úgy tudom, hogy ez a kínai de állam. De úgy, mint mondjuk Elon Musknak a bármilye. Tehát valaki elkezd, és azt mondja, hogy akkor itt vagyunk. Nem, de nem nálunk legalábbis így működik. Nem úgy, hogy miért lenne ott másképp. Jó, mindegy is, miért korlátozza magát egy magáncég? Ha magáncég. Ha állami cég, mindegy, profitorientált vállalat. Én azt gondolom, hogy a hangosan tiltakozó közönség az a mindenféle de szociális megfelelésnek, különösen Kínában ez a szociális érzékenység és a kisdobos kínai gyermekek iránti felelősség, azt hiszem, hogy miközben alig vagyunk túl, tudod, ezen a nagyon kemény one child policy-n, alig ugye térdig gázolunk ebben a pontrendszerben. Én azt hiszem, hogy a Facebooknál is, amikor ilyen, és ezt te a saját bőrödön érezted, amikor erre a közösségi irányelveire hivatkozva orbaszájba letilt egyébként valamilyen jó szándékú posztért, azokat az irányelveket is a leghangosabb közönségnek való megfelelés, és nem pedig valamilyen belső hang által diktálva hozza létre, és pláne tartja be bármilyen feljelentés esetén. Tehát és mitől retten vissza? Amivel kapcsolatban sokat tiltakozó. Mitől retten vissza akár Kína, akár ennek a cégnek az igazgató tanácsa, amiért a saját forgalmát korlátoz? A csökkenő felhasználó számtól, azaz a csökkenő reklámfogyasztóktól, azaz a csökkenő reklámbevételtől. De mikor fordult az elő, hogy azért csökkent a forgalma egy
felületnek, mert a felület mondjuk nem volt társadalmilag hasznos, vagy aggályos volt, vagy rossz hatással volt a kölykökre. Szerintem a... Mikor? Mikor történt ilyen? Sose? Túl hosszan tetted fel a kérdést, de szerintem a Twittertől a Musk érkezésekor elég sokan elpártoltak, vagy annak a politikai színezete, vagy éppen a cenzúrálása, vagy éppen a már nem annyira cenzúrálása miatt, ugye rengetegen átmentek ezekre a szélsőbb, jobbos Twitter-szerű felületekre. Van olyan, amikor egy felület látszólag megbukik. Van az a harag, amire utána nem kell bojkottot felhívni, hanem egyszerűen az emberek szépen elkezdenek kiregisztrálni, és elegük lesz. Nem csökkent, szerintem nem csökkent a TikTok felhasználóinak száma, tehát nincs akkora öncenzúra 18 év felett sem. A szülők esetleg tilthatják le róla a gyerekeket, de egyébként nem gondolom, hogy túl sok pénztől elestek volna. Itt egyszerűen arról van szó, hogy a TikTok, hogy milyen analógiát hozza, kicsit olyan, mint a közlekedésben, tudjátok, amikor elindultak a járművek, de még nem volt kressz. És akkor akkora anarchia van, és olyan szinten ömlik a mindenhonnan a hülyeség, hogy ebbe valamiféle rendszert kell találni. Addig, amíg nincs benne rendszer, mert most még az teljesen rendben van, vagyis a bevételek szempontjából, hogy ömlik a trash, és erre mennek a magyarok is. Amíg ebben nincsen valami mederbe terelés, addig viszont súlyos mentális és fizikai tünetek jelentkeznek mondjuk a TikTok függőségre, amit miért zavarná a TikTok döntéshozóit, hogy TikTok függők vagy kölykök? Aki nem gondolkodik mondjuk két héttel későbbre, tudod, ez az 5-10 év előre, akkor azt nem zavarja, Robi, de az, aki látja, hogy mondjuk az a gyerek, aki mondjuk 5 év múlva munkavállaló lesz, vagy akár termelheti vagy a GDP-t, anya. Vagy anya, igen. Akkor számítanak rá, hogy ő mondjuk nem össze fogja pisilni magát a videójáték előtt, mert nem ment ki a helyet, hogy letette volna, ő játszotta tovább. Számítanak arra, hogy érted, hogy valamilyen normális felhasználó legyen belőle, hogyha ez ilyen szinten megmérgezi. Tényleg, a kínai kommunista párt, vagy akár ennek a cégnek a igazgató tanácsa az segíteni akarja 15 év múlva azokat, akik akkor lesznek 22 évesek. Nem. Hogy azok ne legyenek buták, meg ne legyenek primitívek, meg ne pisíjék össze magukat. Meg hát gondolom a kínaiak ezért. Ők ilyen társadalmi célok érdekében profitról mondanak le. De amúgy azzal tisztában vagyunk, hogy Kínában a legszigorúbbak a szabályozások, például a videójátékok kapcsán. A gyerekeket táborokba küldik a leszoktatás miatt, hogy próbáljanak újra normális társadalmi életet élni. Tehát ott például lehet, hogy felismerték, hogy hosszú távon tök nagy szívás, hogyha a gyerek nem fog bemenni az iskolába, nem fog bemenni dolgozni később, mert egyszerűen nem lesz funkcionálisan része a társadalomnak. Ez egy érv volt. Kezdem érteni a dolgot. Tehát azt magyarázod, hogy a kínai állampolgár, amilyet a kínai kommunista párt nevelni akar, az egy órán keresztül TikTokozik, azon az időn túlmenően ő neki a leckét kell megírnia, ő neki tornáznia kell, vagy mit nem tudom én. Nem lesz belőle TB-be fizető, ha de, hogy fegyelmezi, így fegyelmezi. Na jó, de így még érteném. De 10 TikTok felhasználóból hány kínai és hány nem kínai? Most érted, a kínai, de ez nem csak Kínára vonatkozik. Ezt mondom, hogy nem csak Kínára vonatkozik, tehát a világ összes kölykét nevelni akarja a kínai kommunista párt? Hát az Instagram már csinálja például, de hozzáteszem, hogy a kínai TikTok, ugye az, ahogy meg is beszéltük, igazából mindenhol felhasználható, vagy használhatjuk, viszont ennek van kínai verziója is, amit nem fogok tudni helyesen fonetikusan kimondani, ez a Duyin, vagy Doin, nem mindegy, és hogy ez például 14 év alatti gyerekeknek már most csak 40 perc használatot engedélyez. 10 óra, meg este 10 óra és reggel 6 között például most sem tudják használni. Tehát azért látszik, hogy ott helyben sokkal szigorúbbak azok a szabályok, amiket most próbálnak majd letolni az európai gyerekek torkán, akik most is azt gondolják, hogy figyelj, akkor beregisztrálok 20 évesként, ha nem kell befotóznom a személyigazolványomat, és akkor kiátszottam a rendszert. Szóval az is kérdés, hogy egyáltalán hogy tudja betartatni, nem csak az, hogy mi értelme van ennek, vagy miért jó ez magának a vállalatnak. Nekem ez fura. Amikor egy cég úgy viselkedik, ahogy egy, nem tudom én, egy állam a föld naposabb felén, tehát mondjuk Skandináviában, a szó átvitt értelmében naposabb felén, tehát ahol jobb élni mondjuk. Most Skandináviában, a,
az államok azok nagyon felelősek a társadalomért, és ilyen értelemben bele is szólnak az embereknek az életébe, de nem is engedik az embereket kihullani a szociális hálóból, utánuk nyúlnak, hát nagy a létbiztonság. És bizony bele is szólnak a kölyköknek is, meg a szülőknek is az életébe, és bizony van egy elképzelés az állam berkein belül, körében, hogy hogyan kell élni, vagy hogyan jó élni, és azt ők azért igyekeznek érvényesíteni. Nem zsarnokilag, de az erős állami jelenlét erejével. De Kínában. És magáncég. Még akkor is, mert még hogyha állami tulajdonban is van, ez akkor is úgy működik, mint egy magáncég. Tehát a Peugeot is a francia állam tulajdona, de attól még úgy működik, mint egy magáncég. Ugyanúgy van egy igazgató tanácsa, amelyik piaci alapon, gazdasági racionalitás mentén hoz döntéseket. Tehát úgy működik a döntéshozatali mechanizmusaiban, mint egy magáncég. Tehát egy ilyen cég nem a svéd államról, meg nem a dán államról van szó. Ez egy fillér profitról is lemondjon azért, mert a kölykök azok ne tiktokozzanak, mikor ők legyártották a legvirálisabb felületet a világon, jóformán, olyan, mint hogyha kihúznák a lottó szelvényedet, és utána fognád a szelvényedet, és nem tudom, kidobnád, vagy fölvennéd a pénzt, és 100 forintból 95-öt szétszórnál. Nem értem, egyszerűen így működnek. Egyébként, hogy értem én, hogy nem erkölcsi és morális alapon fognak döntést hozni, hanem mindig a pénz fog dönteni. Olyan szinten, világszinten probléma globálisan az, hogy a fiatalkorúak hogyan használják ezeket az eszközöket, vagy az applikációkat, vagy az internetet, hogy muszáj valami korlátozást kitalálni rá, még meredekebb dolog történik amúgy USA-ban, ahol már arról beszélnek, hogy 16 év alatt egyáltalán nem használhatnának. Nem tudom, hogy ezt is hogy lehet elérni. Social media hozzáférést, ami egyébként ugye nekem is az jutott először eszembe, hogy ez nem a szülő feladata. De ha szülő lennék, akkor tök jó lenne, hogyha jön, ne segíts. A szülőre, igen. Mert minden, ami ennyire szabadon korlátozott, az végül nem kerül beállításra. Azért látszik, hogy a technikai eszközök az elmúlt néhány évben reflektálnak arra, hogy ugye a saját függőséget okozó mi voltukra, és valószínűleg azért, mert megint csak érdekük, hiszen hangos visszhang, nagyobb ellenállás van, ha nincsen reakció. Ugye innen jön a screen time az Apple-nél, akkor lejjebb veszi a fejhallgatónak a hangerejét, ami engem ugyan zavar, de az neki halláskárosodásom van 20 éve. De az neki nem profit kiesés, hogy leveszi. Ő olyankor demózza, hogy ő törődik veled, demózza, hogy ő felhasználó barát, és ezáltal egy jobb felhasználói élményt szerez, ezáltal te jobban kötődsz hozzá, jobban kötődsz magához a telefonodhoz, törődik veled. De mégiscsak van valamilyen reflexió a közhangjára. Van, de nem. Mégiscsak formáljuk ezeket a látszólag önhatalmú cégeket. De nem. A rinyálásunkkal éppen. Nem, de nem mondanak le egy fillér profitról sem, csak demózzák, hogy törődik veled. Az Insta is időkorlátot vezetett be, de az Instánál ez önkéntes alapú. Önkéntes, tehát néhány gomnyomással kikapcsolható. Na itt, az Instagram esetében értem a működést. Széles gesztusokkal demózzák azt, hogy ne instázzatok, gyerekek, nem szabad instázni, a nagyon sok instázás árt nektek, és ezáltal kvázi fedezi magát a szülők előtt. De ez önkéntes, természetesen ki lehet kapcsolni. Hát ilyen módon senkit nem kényszerít semmire, így az Instagram előadhatja a maga társadalmi felelősségét, de egy fillér profitról sem kell lemondania. Na, ezt a működést értem, de amikor a TikTok az letilt téged, amikor túlléped az időkorlátot, akkor valójában amit egy cég... Jó, de észjátszás. 14 év alatt a szülők feloldhatják az egy órás vagy 40 perces tiltást, és 14 év fölött viszont te magad beírod, hogy jelszó, vagy 1-2-3, ugye, ami az emberek jelszava, vagy név plusz születési dátum, és akkor ugyanúgy tiktokozhatsz tovább. Akárhogy is a cég 14 év alattiak körében a saját húsába válj ezzel az intézkedéssel. Ez
azért a jól fizető, így tudod, a reklámpiac igazi célcsoportja, a 14 év alatti, akik a háztartási döntő. A TikToknak ők a célcsoportja. A beauty termékeket ő veteti meg anyával, meg a cipőt, meg mindent, úgyhogy igenis célközönség, mert gyerekjátéktól kezdve mindent el tudsz szemszórni, hogyha nagyon akarod. Nem gondolom, hogy csak a 14 éves korcsoport lenne most már a TikToknak a célközönség. Egyre jobban tolódik, ahogy ugye boomerkedve átnéz oda a csonka pici, meg nem tudom, Magyarországon ők voltak az elsők, akik bementek. Nyilván nem ők vannak a legtöbbet ezen a felületen. Neked is van TikTok felületed, igaz? Nekem is van TikTok felületem, én olyan sokat nem használom, de értem, hogy mitől lesznek függők, ugyanis folyamatosan új impulzust ad. Egyrészt nem neked kell kiválasztani, szerintem ez borzasztó, hogy már csak már annyira sem kell használnom az agyamat, hogy mit szeretnék megnézni. Nem az történt, hogy gyököt vontunk a YouTube-ból is megkaptuk a TikTokot? De tulajdonképpen, valami de hogy a... Sokkal rövidebb anyagok vannak. A YouTube-nál is vannak ugye ajánlók, feedek, bár elég rövid, vagy mondjuk egy-egy videó után kapsz ott egy vagy kettő shorts. Ajánlatot, vagy oldalt kapsz. Az egy dolog, hogy mind az Instagram, mind a YouTube valamilyen néven a TikToknak a tartalom jellegét próbálja vinni, bár a Kaab vagy a Vine az ugyanúgy rövid videókról szólt, mégsem volt ekkora durranás, mint a TikTok, igen. Hiszen az egy végtelen feed. És az, hogy az végtelenül jön, ennek a felhasználói felület típusnak szerintem ennek volt ez hordozta magában a sikert. Az megvan, hogy a szerencsejáték törvény az előírja, hogy az online szerencsejáték oldalakon legyen olyan funkció, hogy kitiltom magamat, és akkor tényleg örökre kitiltod magad. De hogy ezt felnőttként tudod meghozni, nyilván nem gyerekként. De érdekes, hogy a szerencsejáték törvényben az nincsen benne, hogy a kaszinóknak legyen ablakuk, hogy lássad, hogy nappal van, vagy éjszaka. Na az érdekes, hogy a szerencsejáték törvényben nincsen benne, hogy a kaszinókban legyen óra, hogy lássad, hogy hány óra van. Ez azért különös. Az érdekes, hogy a szerencsejáték törvényben nincsen benne, hogy a kaszinókban a játékosoknak ne szolgáljanak fel ingyen alkoholt, ami nem javítja a játékuk minőségét. Az a baj, hogy ilyen borzasztó naivan szeretnék abban hinni, hogy valamiféle társadalmi nyomás hatására hozzák meg ezeket a döntéseket, de lehet, hogy egyet kell most meghajlottam egy picit, egyet kell, hogy értsek veled. Kicsit az fogalmazódott meg bennem, mint a műanyagoknál, hogy csináltunk egy olyat, amivel könnyebben szelektíven gyűjtheted, de nem vontuk ki a műanyagot belőle. Azt azért nem szeretnénk, hogy drágábban kelljen legyártani, és kevesebb legyen belőle a pénzünk. Vagy például a pornónál is ugyanez van, hogy ők nem estek el egy fillértös attól, hogy a 18-as karikát bevezetik ezeknél a dolgoknál, mert ugyanúgy rákattinthat a gyerek. Így van, ezek mind látszatintézkedések is. A TikTok erre meg jön egy valódival. Ez a fura az egészben. Nincs egy igazi megoldás egyébként szerintem rendesen, bár nekem nincs gyerekem és olyan háztartásom, ahol ilyen életkorszűrőket üzemeltetnék, vagy vezetnék be. Nyilván van egy igyekezet, de hol tartunk már? Volt ilyen szülői beállítások funkció 20 évvel, 25 évvel ezelőtt is már így bontakozóban az operációs rendszerekben, de még mindig fogalma sincsen, mondjuk, ha külföldre mész, annak az országnak, ha ott filterezni szeretne, vagy médiaszolgáltató, vagy szálloda, vagy mobilszolgáltató bizonyos weboldalakat, nincs egy rendes adatbázis, hogy ez is az a kategória, meg az is az a kategória, így ennek megfelelően VPN-nel ebben az esetben is ugyanúgy kijátszhatod, mint ahogy Kínából, ahol nincsen Google szolgáltatás, nincs Facebook, onnan ezeket igénybe tudod venni VPN-nel. Egyébként meg az mennyi, ez is egy álságos, én nagyon üdvözlöm az ilyen Apple meg Android funkciókat, amik az én védelmemre szolgálnak, hogy este már nincs annyi kék fény a képernyőn, hogy majd jól tudjak alukálni, de közben dobálja az új videókat, meg küldi a push üzeneteket, ha én nem kapcsolom ki. De ugyanez az Apple, ugye erről is beszéltünk már, amikor Kínában kimentek az emberek az utcára, mert bennégtek abban a házban a Covid zárlat miatt a lakók, meg többen, akkor az airdropot lekapcsolja lokálisan, hogy ne tudjanak a tüntetők és a lázadók, és gyakorlatilag a saját igazukért az utcára menni hajlandó emberek egymással úgy kommunikálni, hogy nem veszik igénybe a nemzetközi gerinchálózatot. Az Apple az letiltja simán az airdropot, de nekem ír, hogy sokat instagramoztam a héten. De a kínai kommunista párt a TikTok kínai verziójára vonatkozóan hoz olyan intézkedést, hogy
este 10 óra és reggel 6 óra között nem használhatják a kölykök az alkalmazást. Tehát eltérő, tehát Kínára vonatkozó intézkedéseket, még csak a neve sem azonos a kínai TikToknak, ez a Douyin vagy mi, tehát ez az intézkedés, ami a TikTokra, a globális TikTokra vonatkozik, ez nem Kínát érinti, ez nem Kínát illeti, ez minket illet. Tehát akkor itt már ott tartunk a magyarázatban, hogy a TikTok döntéshozói ott Kínában minket féltenek attól, hogy hülyék leszünk, hát vagy attól, hogy függők leszünk az ő felületüktől. Mert a nálunk lakó szülők hangos hangjától félnek, és a nálunk, a tőlünk eltűnő gyerekek és nézők reklámbevételeit. Igen, de mikor fordult olyan elő, hogy a nyugati szülők tiltakozása miatt egy felületet tiltottak, vagy felszámoltak, vagy földaraboltak, soha nincs ilyen. Tehát, ha lett volna ilyen precedens, hogy na ettől ilyet meg a TikTok, hogy ő is úgy jár, mint a, és itt van a kipontozott rész. De nem történt ilyen. Én nem értem, mitől ijednek meg a saját árnyékuktól? Mi van akkor, hogyha nem megijedtek? Hanem ez egyszerűen csak egy üzleti stratégia volt, amiről beszélsz, akkor gondolkodjunk így, hogy felmérte Kínában a TikToknak a forgalmazója, hogy mi akkor sokkal népszerűbbek leszünk 2023 második felében, hogyha ilyet kommunikálunk. És akkor nő a felhasználóink száma, még inkább, mert hát ez egy ilyen kontrollás. Szerinted van ember, aki azt mondja, hogy ez az intézkedés nekem annyira tetszik, ez annyira felelősségteljes, a gyerekeinkért úgy aggódnak ott Kínában, hogy letöltöm a TikTokot és megnézem ezt a felületet, biztos nagyon jó videókat találom. Vagy később tiltja le a gyereket róla, ezt akartam mondani, hogy az a szülő, aki azt látja, hogy jó, hát ebben van ilyen funkció, akkor ez mégiscsak jobb, mint hogyha semmi nem lenne benne, akkor megengedem a gyereknek, hogy játszom, mert úgyis titokozom rajta. De tudod, itt a TikTok forgalmazója elismeri, hogy a felület, amit terjeszt, árt a kölyköknek. Már ez önmagában milyen? De azt is tudja, hogy hiába árt, akkor is hozzá fog nyúlni, mert már függő. Tök mindegy, mondhat, amit akar. Igen, de miért ismeri el? Mikor ismernek el, mikor melyik cég ismert el valaha, hogy az ő terméke ártalmas? Mi emlékszünk ilyen esetre? Évtizedekig kellett rá várni, és kutatások, és perek után talán ugye kiderülhetett mondjuk, hogy a dohányzás talán mégiscsak ártalmas. Pont ezt akartam, hogy attól még talán mégiscsak ártalmas. De figyelj, megkérdezed a Philip Morrisnak a szóvivőjét, akkor az azt fogja mondani, hogy egyáltalán nem árt. Meghamisították az erre vonatkozó vizsgálatokat, meg az erre vonatkozó statisztikákat, és hogy kifejezetten ő is dohányzik, és ő is, a gyereke is dohányzik, és nyilván nem hagyná a saját nem gyerekének. Nem tudom, hogy mit mondana a Philip Morris szóvivője. Mert szerinted a Philip Morris szóvivője elismerné, hogy a termékük... Nem így fejeznék ki magát, hanem azt mondaná, hogy de egyébként bebizonyították, hogy mit de, tudom, három számigre. Nézzétek, igen. Hogy ráírtuk vagy magunktól a dobozra. Már nagyon klímahatékonyak vagyunk. Így én magam fotóztam le azt, jó, az, igen, azt, azt de, a tudod, kórházi ágyban. 500 munkáját teremtettünk. De tudod, akárhogy is, a cigaretta az tényleg tüdőrákot, gégerákot, érszűkületet, szív- és érrendszeri megbetegedéseket, ezek tömegét okozza, és ez most már akkora közhely, hogy jóformán el se lehet vitatni. Talán még a Benson & Hedgesnek vagy a Philip Morrisnak a szóvivője is elismerné. De a TikTokkal kapcsolatban ez nem, ez mióta ekkora közhely, hogy a TikTok árt a kölyköknek? Ez már mindenki probléma. Tudja, csak nekem nem szólt senki. Igen, neked nem szólt senki, hogy 10 órányi TikTokozás után, hogyha azt egyfolytában csinálja 3 hónapig, akkor csóró öngyilkos lesz, érted? Mert annyira rosszul érzi magát. Öngyilkos lesz? Igen, öngyilkossági ráta nő meg, például a kékfénytől, vagy attól, hogy használja ezeket az applikációkat, folyamatosan nézi a képernyőt, kicsekkol, nem része a társadalomnak, az osztályban nem szocializálódik, nem szól hozzá a többiekhez, folyamatosan be van szűkülve egy képernyőre. Már statisztika van róla, hogy ez megemeli a depressziósok számát, vagy azt az öngyilkossági kísérletek... De az internetnek egyéb felületeitől, a Facebooktól, a YouTube-tól, az Instagramtól nem lehet így függni, attól nem lehet képernyőfüggővé válni. Ami egy ilyen tartalmi függés és éhség, és ott egyszer csak vége van a feednek, és már azt látod, ami, a, hogy, hogy már
már nincs több új anyaga, az általad követettek által nem töltöttek föl semmi újat, most már idegeneket mutat, vagy nem tudom, vagy elmegy az internet, vagy lemerül a telefon. Ha valaki egy nap mondjuk 8-10-14 órát tölt ilyen feed görgetéssel, akkor annak az egy óra, amikor nincs áram, az maga a nyomor bármilyen függőséggel összehasonlítható. És azt hiszi, hogy az életről kapcsolták le, hogy őt most bezárták egy sötét szobába, mert a világ elsötétült, mert a világ az egyenlő a kezében lévő készüléken látható szeletével a és világnak. Ilyen szempontból az Instagram, meg a YouTube, meg a Facebook az jótékonyabb felület, mint a TikTok. Hát mondjuk úgy, hogy nem tudott ekkora számokat produkálni a függők körében, igen. Még annyit mondd el gyorsan, hogy mi a következő projekt, amit akarsz a tanulás szintjén. De hát most fél év múlva végzek a pszichológián, tehát most szakdolgozott írás. Az hányadik diplomát lesz? A harmadik. Kiszámolja. Imáron 5 éve biztosan tudjuk, hogy Várkonyi Andrea jóval intelligensebb az átlagnál. A Menza Nemzetközi Szervezet IQ tesztjén kiderült, hogy intelligencia hányadosa alapján az emberiség felső 1%-ába tartozik. Hogy pontosan milyen intelligens, azt nem tudhatjuk, mert hiába kitűnő a Menza tesztje, olyan IQ teszt nem létezik, amely a Menza felett mérne. Egyébként dehogy nem létezik. Nagyon sok ilyen high IQ society van a világon, ez nyilván a legismertebb talán körünkben azért, mert Magyarországon van neki alszervezete, de vannak kifejezetten 1%-ra, tehát nem is 2%-ra, ahol Andi kiemelkedhetne, hanem az 1%-ra, vagy akár a fölé még szorosabban, szűkebben, nagyobb szórással mérő tesztíró szervezetek, úgyhogy Andrea, a nyelvtudás nem akadály, láttad a tesztet, lehet tovább tanulni, eltelt 5 év azóta, hogy a Mokkában ugye haknizott egyet ezzel a menzateszteléssel, szerintem ideje felsőbb osztályba lépni. Várkonyi Andrea, az intelligencia hányadosa alapján az emberiség felső 1%-ába tartozik. Hát hogy tudott volna Várkonyi Andrea ilyen jól házasodni, ha nem volna nagyon intelligens? Hát nyilván kellett az intelligencia ahhoz, hogy ilyen jól válasszon. A racionalitás segít leküzdeni a nem racionális nehézségeit. Erre mindjárt rátérünk, csak én úgy érzem, hogy Robiba még beszorolt néhány információ ezzel kapcsolatban. Számba vetted ki a szót. Csak egy igazán hiperintelligens ember tudott volna ilyen magaslatokba kapaszkodni, ahogy Andi is. Én azt szeretem egyébként, hogyha az intelligenciához szerénység is társul, és ebből a hanganyagból, illetve a mokkás beszélgetésben, ami nem volt annyira nagyon friss, az jött le számomra, hogy Andi ezt nem szégyelli, de mégiscsak ránk tartozik, hiszen ebből egy reggeli műsort sikerült legyártani. Én nem tudom, hogy mennyivel szégyentelenebb a pénisz fétis, mint az IQ fétis. Én nem gondolom, hogy bármivel szégyentelenebb lenne arra veretni, hogy nekem mekkora a péniszem, mint arra veretni, hogy nekem mekkora az IQ-m. Mi itt a különbség? Nehezet kérdezel, Robi, mert sokkal inkább szégyellik, ha kicsi a péniszük, mint ha sutyik az már emberek. Már akik. Nem biztos, hogy a 186-os számú italkimérésnek a közönségét kell tesztként alapként venni, hanem miféle elitet kell akkor? Értelmiség, úgy látom, hogy szerint arra is veretjük akkor, hogyha köztük kell lemérni a péniszre való büszkeségnek a statisztikáját is, nem mérhetjük meg a Dobozi utcai nőnapi kocsmában. Az van, hogy a kocsmában a pénisz méretre veretik, az elitben, a menzában, tudod, a kulturális elit berkeiben, meg ezekben a reggeli csacsogós műsorokban, amik köztudottan az intelligenciának a keltetői, meg a nagyon intelligens emberek, azok így gyűlnek fel, és tudom, nézik rendszeresen. Az intelligenciának hát tulajdonképpen ez is az egyik jegye, hogy a reggeli műsorban csacsogsz Pachman Péterrel. Nyilvánvaló, hogy az értelmiség körében sokkal nagyobb a fétise az intelligenciának, és előbb ismerné el az értelmiségi, hogy neki kicsi a pénisze, mint hogy kicsi az IQ-ja. Nyilvánvaló, hogy a proli meg pont fordítva van ezzel, és sokkal előbb ismeri el, hogy kicsi az IQ-ja, főleg már azt se érti, hogy mit jelent, de a péniszével kompenzál. És nem lehet, hogy ott kezdődött volna az igazi intelligencia, hogyha ebből nem csinálunk egy reggeli műsort? Ha Pachman Péter nem úgy fordul a Várkonyi Andrához, hogy
kameráknak azt mondja be, hogy oh, mi már nagyon régóta kollégák vagyunk, és én már akkor láttam rajtad, hogy te nagyon okos vagy. És most is nagyon okos vagy, és a hanyadik diplomádat szerzed meg? Hát igen, már a harmadikat. Ez már a harmadik. És közben sugárzik az egész műsorból az, hogy valaki a szerkesztők közül ma nem talált témát. Kérdezzétek már meg, hogy hányadik diplomám. Kérdezzétek már meg, hogy mennyi az IQ-m, és arra azt fogom mondani, hogy nem tudom, mert nem mérhető. Szuperszónikus. Nem látszik. Az a hóhatár fölött van, a felhők fölött, oda nem látunk el. Lehetséges, hogy egy műholdról esetleg megtekinthető, amennyiben a műhold nem ütközik bele Várkonyi Andrea IQ-jába. Amikor Csernobilban folyamatosan mérik valami Kézi Geiger Müller, vagy nem tudom milyen számláló, és még mindig csak 8-as a sugárzás szintje, úgyhogy jó van, nem olyan vész. Nem mondtam egy számot, és utána valamelyik tudós így jelzi, hogy amúgy a műszer 8-ig van skálázva, úgyhogy kéne hozni valamit, ami pont ilyen baleseteknek az esetén képes szélesebb tartományban mérni, és akkor lassan-lassan kiderül, hogy nagyobb a baj, és túl kicsi volt az ijegység. Hogy csináljak meg egy szintén validált tesztet, és annál maximális eredményem lett. Ne viccelj. Amit ti csináltatok, igen. Aha, és akkor mondta, hogy az van most, hogy akkor el kéne a Menza Hungarikához menni, kitölteni a Menza tesztet, mert az, amit ott csináltam, az följebb nem tud mérni. Itt egy női televízió műsorban csináltak, vagy valamilyen riport műsorban minden szereplővel egy-egy tesztet, és Andrea éppen arra járt, és mondták, hogy akkor törzs már ki te is, Andi, és ennek a folyománya ez a mondat. Szégyentelen és ízléstelen ez az IQ veretés. És maga az IQ megfeleltetése az intelligenciának eleve egy tudatlanságról és primitívségről tanúskodik. Az intelligencia ugyanis egy nagyon komplex és nagyon kevéssé mérhető tulajdonsága az embernek. Ami belőle mérhető, az ez az IQ. Ez a probléma megoldás per idő. Nem is a probléma megoldás, hanem a probléma megoldás időarányosan. Minden más jegye az intelligenciának, ami nagyjából az intelligencia 95%-a, az nem mérhető. Nem mérhető az asszociációs készség, nem mérhető az absztrakciós készség, nem mérhetők a nyelvi készségek, nem mérhető a fantázia, nem mérhető a kismillió olyan vonatkozása az emberi értelemnek, ami mind-mind-mind úgy értelemként funkcionál, úgy az értelem része. De mert ez az, ami mérhető, ebből gyártjuk le az értelemnek a fétisét. Ezáltal válik valaki értelmesi, ami nagyjából úgy viszonyul valakinek a férfiúi mi voltához, mint a péniszének a mérete. Lehet, ugye tehát annyival intelligensebb az, akinek nagyobb az IQ-ja, amennyivel férfi baz, akinek nagyobb a pénisze. Szerintem egyszerűen csak féltékeny vagy, Robi, hogy ő bekerült a Menzába, ott van, neki megvan ez az eredménye, nem kell kritizálni, aki nagyon intellektuális, mert akkor a végén még visszaszól, és hát ugye... És akkor le leszek mosva, hiszen ja, intelligens. Azonnal, igen. Andinak egyébként pszichológiai diplomája is van, és erről jutott eszembe. Diplomái vannak. Hát de hogy a pszichológus diploma az csak egy a diplomák közül. Nem tudom, praktizált-e, de feltételezem, hogy azok, akik ilyen segítő szakmákba kerülnek, Csernusról folyamatosan ez jut eszembe, ugye szeretnek fölé helyezkedni mondjuk annak, akit segítenek rosszabb esetben. Nagyon sokszor az igazi segítő valójában próbál önzetlenül segíteni, de nagyon sok segítő úgy megy ebbe a szakmába, hogy leuralhassa a másikat. És aki mondjuk a magas intelligenciájával kérkedik, vagy ezzel az eredményével, a számomra pont ugyanaz a kategória, hogy olyan mosolyogva küldelek el a fenébe, mert én jobban tudom. Meg úgy általában az intelligens emberekre ez a jellemző, hogy ahogy meghallanak egy olyan mondatot, hogy legyetek bátorak, abban a pillanatban azt érzik, hogy na ezzel kell leélnem az életemet. Annyira intelligens vagyok, hogy itt van ez a
kutya és disznó intelligenciáját ostromló szellem, és egy életre vele kell élnem. Egy életen át, mert partneremre találok benne, mert annyira nehéz, tudod, egy ilyen intelligens embernek nem értik a szavait, tudod, nem talál partnert, aki azon a színvonalon tud kommunikálni, mint ő. És most itt van ez a lőrinc, és ez a lőrinc, ez tényleg megüti ezt a színvonalat. Hogy lehet egyszerre ezt, tudod, hozzámenni egy véglényhez, és ezzel egyidejűleg megveretni, mint az intellektuális egyébként az interjú előtte volt. Lőrő tudod? Előtt volt még. Ja, de ezt na jó, de erre tudom. Volt jó az intelligencia, Robi, arra, hogy legyünk bátorak. Mielőtt agyvérzést kapsz, azért én ezt össze tudom fésülni. Tehát volt egy Bocskor Gáborom, láttam, hogy azzal se jobb, mindennek vége szakad, minden, ami keletkezett, el is múlik. Megvilágosodtam, megértettem ennek a természetét, azt is megértettem, hogy téved a Puzsér Robert, nem kell egy életen át a lőrinccel lennem, több okból sem. Eddig nem vele voltam, tehát az életem eddigi részét már nem vele töltöttem. Előbb fog meghalni, mint én, tehát az életem bizonyos részét nem vele fogom eltölteni, és már az előző házasságomban is elváltam, innen is valószínűleg ez lesz a vége, lehet nekem, nem is nekem kell kimondani, hanem Lőrinc fog elnézést kérni tőlem, amikor újra szerelembe esik, kibekkelem ezt az időt, értelmes ember vagyok, nem fáj az annyira, mint amennyire simogat. Nem így megy ez, a keresztény emberek nem így működnek. Ne haragudj. Nem azért házasodnak, hogy aztán elváljanak. Ennek az országnak van egy keresztény elitje. Jó, van már 20 éven keresztül, első felébe elsütötted, de ő nem a keresztény. 20 éven keresztül vártunk arra, hogy eljöjjön értünk az az elit, amelyik példát mutat nekünk. És akkor tudod, te meg megvádolod őket azzal pofátlan módon, hogy amikor házasodnak, akkor már a válláson jár az eszük. Hát ez tudod, méltatlan. És nem szolgáltak rá erre a cinizmusodra. Hadd tegyek fel egy kérdést, ami eszembe jutott erről, hogy akkor előfordulhat, hogy az, aki nagyon magasan intellektuált, ő könnyebben leválasztja magát az érzelmekről, vagy az érzelmi intelligenciáról? Tehát, hogy jobban szét tudja választani, hogy most a problémát nézem, és majd utána foglalkozok azzal, nem, hogy érzem magamat az közben. Kevesebb... nem feltétlenül így van, de ezért tudod, az Isten egyik kezével ad, a másikkal elvesz. Korrelál azért mégiscsak az, hogy valakinek az egyikből több jutott, akkor a másik. Nem mindenkinek, csak ha megmérsz ezer embert. Viszont az, hogy neked mondjuk, hogy magas probléma megoldó képesség jutott per idő, az nem jelenti azt, hogy kevés jutott az empátiádból, és ha sok jutott belőle, és tényleg választanod kell, hogy most az eszedre vagy a szívedre hallgass, nem biztos, hogy jutott abból a képességből, hogy te ezt el tudjad dönteni. Rengeteg nagyon okos, vagy nagyon magas intelligencia hányadosú ember van, aki nem tud nem a szívére hallgatni, ebben a klubban is, ahová Andrea csatlakozott, nagyon sok embert nem a pénz vett fel, és segítő foglalkozásban dolgoznak, nem határ hozta meg az életüknek a választásait, hogy hát akkor én majd a VV Viktor Strómanjához megyek feleségül. Szerintem nem értetted, hogy mire akarok kiukadni. Én arról beszéltem, hogy akinek magas az intelligenciája, nagy valószínűséggel jobban kordában tudja tartani mondjuk az indulatait, mert előre tud gondolkodni, hogy mondjuk ebből milyen konfliktusom lesz 2 perc múlva. Levonhatja a tanulságot a korábbi hibáiból. Hogy az még mindig az érzelmi intelligencia részhez tartozik, és nem az IQ-hoz. Hát, hogyha Andreának meg Lőrincnek összeadjuk az IQ-ját, akkor kijön a magyar átlag valójában. És hát nem ez a lényeg. A családon belül egy átlagos IQ-t hozzunk össze. Andrának ehhez... És ezt ehhez, így összámoltad ki, Robi? Andrának ehhez átlag, Lőrincet kellett választani. Átlag, vagy tehát 100, vagy a magyar átlag kétszerese jön ki. Nem, a de magyar nem átlag jön ki. Tehát hát, hiszen a magyar átlag? Hát hiszen a 199-et kell összeadni az 1-jel. Nem? Akkor olyan bonyolult matek? Ez a magyar átlag kétszerese, így viszont. Hát el kell osztani utána 2-vel, hiszen 2-en vannak. Tehát a kétszeres. Jó, azt szeretem. De miután elosztott 2-vel, 100 jön ki, nem? Azt akartam megtudni, hogy azt állítod, hogy a Lőrincnek mínusz 36 az IQ-ja. Nem, arra utaltam, hogy Andreának 199, Lőrincnek meg 1. Így jön ki a 200, amit utána el kell osztani 2-vel, hiszen 2-en vannak, és így jön ki a 100, mint átlag. Azért az is beszédes, hogy a nyelv ugye próbálja az intelligencia kifejezést, én nem is tudom, hogy mi ez, hogy az információkkal való jó gazdálkodó, nem? Mert ugye az intel vagy intelligens, az valami ilyen, hogy mondjam,
tudás hozzáférő, vagy valami nem, ilyesmi. Szerintem nem. Nem. Mi az etimológiája ennek? Szerintem nem az információval függ össze. Szerintem de. De jó, ezt mindjárt megnézem. Te, hogy a nyelv azért elég beszédes, amikor azt mondja, hogy hát ez, amit most csináltál, nem volt túl intelligens, és ilyenkor soha nem a probléma megoldás per időre gondolnak, hanem hogy egy szociális disztinkciót nem tudtál megtenni, hát, hogy ebben a helyzetben lehettél volna megértőbb. Ugyanakkor kisajátítja az intelligencia kifejezést, vagy hát megpróbálja visszafoglalni ezt például, amit mondasz, hogy érzelmi intelligencia, vagy EQ. Valóban vannak ilyen mérések, ugyanúgy beskálázva, mint az IQ? Nem nagyon, csak szeretjük ugye mondani, hogy visszafoglaljunk valamit, mert egyébként valóban érzelmi képességek is téged segítenek neked abban, hogy intelligensnek ítéljenek meg. Nem az a trükköt, hogy kimész a Vörösmarty térre, és akkor ilyen 8 ábrából megjelölöd a megfelelő háromszögeket. Primitív az, aki így vizsgálja, hogy azt mondja, hogy nem viselkedtél valami intelligensen. Ő ilyenkor azt akarja mondani, csak nem találja kellő kifejezést, és az beszédes, hogy ezt a kifejezést találja meg, hogy intelligensen. Azt akarja kifejezni, hogy nem viselkedtél kulturáltan. Csak ő, és ez egy aszociáció a fejekben, hogy az intelligencia meg a kultúra az azért együtt jár. De ez nincs ám így. Tehát nagyon intelligens emberek nagyon alacsonyan kulturáltak lehetnek, és alacsony intelligenciájú emberek meg rendkívül kulturáltak lehetnek. Meg tudod, az is ennek az eredete, hogy a tanulás. A tanulás és a hozzátartozó diplomáknak a száma. Itt is nem véletlen, hogy Andrea ilyen ízlésesen henceg a diplomáinak a számával. Az is megfelel IQ-nak, beszorozható. Vagy tudod, egy diploma az tulajdonképpen 50 IQ pont. És hogyha azt mondom, hogy van 3 diplomám, akkor azt az egyszerűbb elmék, akik nem nagyon akarnak sokat gondolkodni ezen, vagy nagyon be vannak osztva az eszükkel, vagy az intellektusukkal, nagyon egyszerű számítás után ki tudják kalkulálni azt, hogy te egy értelmes ember vagy, rád oda kell lefigyelni. Pont az a lényeg, tudod, hogy megspórolják a szellemi erőfeszítést. Mert ahhoz, hogy megítéld azt, hogy a másik értelmes, ahhoz oda kell figyelned arra, amit mond, fel kell mérned a mondása tartalmának az érvényét, fel kell mérned a mondása módjának a kulturális nívóját, és ez alapján kell egy következtetést és egy ítéletet alkotnod a másikról. Na, azok, akik nagyon ki vannak számítva az IQ-jukkal, vagy nagyon ki vannak számítva az értelmükkel, vagy a szürke agysejtjeikkel, azok lusták ezt a számítást, lusták ezt a mérlegelést elvégezni. És akkor tudod, ők kérdezik azt, hogy hány diplomád van, és akkor itt egy nagyon egyszerű számmal ők az egészet kvázi megspórolják, vagy azt kérdezik, hogy mennyi az IQ-d, és akkor te közlöd, hogy mennyi az IQ-d, ami mögött a menza tekintélye áll, e mögött a szám mögött. A mérőszám az igazából, kvázi megspórolja neked a figyelmet és az érdeklődést, megspórolja neked a gondolkodást és az erkölcsi, vagy szellemi, vagy kulturális ítéletet. Egyszerűen ilyen módon meg lehet ítélni, és rögtön asszociációs viszonyba kerül az értelem és a kultúra, és rögtön asszociációs viszonyba kerül a kultúra és az erkölcs. Ez sem ritkaság. És tudod, az egyikből a másikból meg a harmadikba ugrunk ezen a csúszós lejtőn, amikor ezeknek aztán semmi közük nincsen egymáshoz, csak megint arról van szó, hogy egy olyan vanabi értelmiség, amelyik egy háromjegyű számmal írja le az emberi értelmet, hát ilyen színvonalon tud viszonyulni az ember minőségéhez. Úgy van, hogy a felső 2%-tól mondják, hogy menzás vagy, és azon belül még van egy kicsi rész, ami a felső 1%. Te abban is benne vagy. És én abban, igen, tehát az a legteteje, aminél följebb jelen pillanatban nincs teszt, aminél tud mérni. Hát a teszt, nincs műszer. Nincs, mert a műszerek kiakadnak. Hármat fordul körbe a mutató, és aztán egyszerűen eltörik.
Jó, de ez tényleg így van, hogy egy, tudod, mondjuk egy felvételi tesztben nem az alkalmasságát méred, hanem sorba szeretnéd majd tenni a 8000 jelentkezőt, hogy a legjobb 200-at kiválaszt, de akkor jó nehéz feladatok lesznek, és jó nagy szórás, jó nagy skálát biztosítasz hozzá, hogy ne az legyen, hogy a 99 és a 100 pontosokat fölvesszük, mert ők 2000-en lesznek, hanem a 970 ponttól 1000 pontig vettük akkor fel őket, hogy meg tud különböztetni, oda fókuszálsz, ahol a különbséget látni szeretnéd. Ne ennek az előadás módja. Én nagyon kételkedem abban, hogy ezzel érdemes haknizni. Azt mondja, hogy nem tudom, szerintem kérdéses, hogy nem szégyell-e, de ezt inkább és kezeled diszkréten. Világos, hogyha valahol ezt a nagy pénisszel mondjuk úgy hasonlóan bólintásokkal elismerik, akkor ott az ember felfedheti, ha megkérdezik, vagy nem tudom. De ha valaki utána néz, akkor sem baj, hogy megtudja, de proaktívan körbeszaladni vele, ráadásul egy olyan műsorban, amit aztán mindenki néz, tehát 99% fogja nézni, hogy én az 1%-ba tartozom. Nehéz ilyenkor, természetesen az sem intelligens dolog, örömmel csatlakozni a te örömödhöz. Az is tanulságos, hogy egyébként lehet neki örülni. Tehát, hogy látom, hogy humorral kezeli, nyilván nem szerény, de örülsz annak, hogy a másik embernek van valami sikerélménye. Tehát nem tudod ezt megtalálni, de, hogy örülünk de, neki de, Várkonyi de, Andrea. De én a Várkonyi Andrea házasságának is örültem, mert az is egy nagy siker volt, a sikeres IQ tesztjének is. Hát muszáj tudnunk örülni a másik ember örömének, mert különben tényleg minek élünk, meg amúgy is idegenek vagyunk, itt átutazóban vagyunk ezen a bolygón, hogyha aki nem tud örülni a Várkonyi Andrea IQ tesztjének, az tényleg temesse el magát, az egy rohadék. És az nagyon beszédes egyébként, hogy ki az, aki minek és kiknek akar megfelelni. Várkonyi Andrea kiknek akar az intellektuálisával megfelelni, mert tudod, a megfelelésnek is van egy perem értéke. Vannak, akik az alapján tartanak téged intelligensnek, amit mondasz. A meglátásaid miatt, a gondolataid miatt, a szellemed csillogása nyomán. És vannak, akik meg annak a nyomán tartanak téged intelligensnek, hogy azt mondod, hogy 155 pont. És tudod, az utóbbiak, azok a olvasott prolik, kulturáltabb, vanabi értelmiségiek, olyanok, akik, hát, nem, tehát kinek kell ezt az intelligenciát számosítani? Tehát, hogy van az, hogy Tölgyesi Pétert intelligensnek tartjuk anélkül, hogy ő hencegne az IQ tesztjével? Odafigyelünk azokra, amiket mond, odafigyelünk az okfejtéseire, és abból pont eléggé kitűnik, hogy egy nagyon intelligens ember. Mennyivel és pont azok nehezebb. Gondolják, és pont azok gondolják intelligensnek, akik ez alapján az intelligenciát felismerik. Tehát az, aki a reggeli műsort nézi, meg az, aki a Várkonyi Andrea IQ tesztjének az eredményén hanyatt esik a csodálattól, az alig ha igényli a Tölgyesi Péternek az okfejtéseit, és alig ha képes ez alapján megítélni azt, hogy ki az, aki intelligens. Tehát az, aki ez alapján, az adat alapján tart intelligensnek valakit, jelesül ez úttal Várkonyi Andreát, hát annak az ítélete, meg annak a csodálata annyit is ér. Nem lehet egyébként, hogy ezek a menzatagságra való, nem tudom, kérkedések pontosan ugyanaz a kategória, mint amikor azt mondja, hány követőd van, így visszautalok az előző órára, 250 ezer. Akkor te már tudsz valamit. Az egy te nagyon jó tartalom, vagy. Az egy nagyon nívós tartalom, amit ennyien néznek. Figyelhet. Mennyibe került ez a festmény? Ez a festmény 80 millió dollárba került. Milyen szép festmény. De azért azt ne tagadjuk el, hogy a diplomát megszerezni, az járjon már egy elismeréssel. Még akkor is, hogyha már tömegek teszik most ezeket le, akkor is azt gondolom, hogy ez valami. Jó, persze, de az akkor az autóvezetés vizsgát letenni, az is járjon már egyfajta elismeréssel. Igen, az utána is megy nem? Egy nagy buli, gondolom minden családban, vagy az, aki, hogy hadd ünnepelje meg, mert a félsiker is siker, vagy fél teljesítmény is teljesítmény, azért letenni egy diplomát ma Magyarországon a jelenlegi, nem tudom,
IQ szinten, ugye, ahol Andi felettünk van, mi meg alatta vagyunk, nem lehet olyan nagyon egyszerű. És ha már hármat is csinált belőle, akkor meg főleg. Tehát most ironizálhatunk ezen, de egy pszichológia diplomát összehozni szerintem nem olyan nagyon egyszerű az anatómiával együtt. Jó. És mivel ő szerintem, erre akartam kiukadni ugye az előző etapba is, hogy szerintem ő nagyon az agyával működik, mint inkább, hogy az érzelmei vezessék. Ha csak jól tud magolni, ha csak nagyon jól tud magolni, vagy képes arra, hogy hosszú ideig koncentráljon fixen egy dologra, arra, akkor ő már a tanulása... Arra is képes. Arra is képes. Azért, ha olyan diplomáról van szó, ahol, és legtöbb esetben így van, ahol a 3,5 év után bachelor szinten kapsz egy papírt, mondjuk a pszichológus esetében egy viselkedés elemzői bachelor diplomát, majd folytatod a mesterszakon, és akkor pszichológus leszel. Én ezt két diplomának számolnám, amikor kérdeznek, hogy Oszkár, hány diplomád van? Hát hiszen neked nagyon magas az IQ-d, és ezt már magad tudod. Jól gazdálkodom ezekkel. Egyébként az intelligens, vagy intelligencia, vagy intellektus, az értelem, vagy megértés szavakból, vagy értelemből származik. Nyilván attól függ, hogy ezt most valamilyen melléknévi, vagy milyen főnévvé átképzett formájában használod. Hasonlóan ahhoz, hogy az a szó, hogy hallgat, az azt is jelenti, hogy csöndben van, de azt is, hogy figyel, és ezt az emberek rendre összekeverik, hogy most épp melyiket kéne. Ugyanígy a megértés sem feltétlenül egy szellemi képesség, hanem hanem az osztozkodás a másik sorsán. És érdekes, hogy ezt valahogy az természetesebb, hogy az intellektus sajátítja ki magának a megértés kifejezést, nem pedig az együttérzés. A Szalacsi is megtévesztésig olyan intelligens, mint a Tölgyesi. Vagy úgy mondom, hogy megszólalásig olyan intelligens, így pontos. Megszólalásig olyan intelligens, mint a Tölgyesi. Erre mondják azt, hogy aki kussol, az bármilyen okos lehet, az tulajdonképpen amíg hallgat, addig az a Schrödinger macskája mellett van bent a dobozban az ő intelligenciája, és amikor kinyitja a száját, akkor kinyílik a doboz, és nagyjából betekinthetünk, hogy mi van ott benne a macska mellett. Hát a Tölgyesi Péter a macska mellett tart értelmet is. Mennyi időt vesz igénybe egy ilyen tesztnek a kitöltése? Hát egy óra volt rá, én azt mondom, hogy 40 perc után. Kezdettem. Jó, még fokozd, légy szíves, tehát, hogy kijöttél 40 perc után. Én nagyon élveztem, tehát én amikor megcsináltam, akkor azt gondoltam, hogy hát ez nem is nehéz, és akkor mondták, hogy igen, ezt jelenti az 1%, hogy nem érzed nehéznek a tesztet. Hát ilyen lehet az 1%, hogy én tulajdonképpen közben nyertem 2 közbeszerzést, horgoltam 3 pulóvert, és csináltam egy olyan tesztet, amit nem tud mérni a menza, de rögtön én lettem az elnök. 60 perc volt rá, de hát nekem ugye 40 perc alatt sikerült. Nekem 40 perc alatt sikerült megírni az olyan IQ-tesztet, amit senki nem tud kitölteni. Hát, és a menza nem is tudja használni az IQ-tesztet, amit gyártottam, mert nincsen senki a menzában, aki kibírná tölteni. Hát tulajdonképpen én vagyok az egyetlen, magamnak gyártottam ezt a tesztet, és a teszt alapján az én Andrea hányadosom 1. Az Andrea most úgy viselkedett egyébként ebben a 3 mondatban is, mint azok a gimis, meg általános iskolás osztálytársak. De inkább gimiben volt az jellemző, amikor azt mondták, hogy nem készültem semmit. Aztán ő kapja az 5-öst, tudjátok. Meg hát mert intelligens. Beadja ez az intelligens. Ez az értelemmel nem bíró, vagy értelemmel, csekély értelemmel bíró emberek intelligencia élménye. Tudod, hogy nem tanult semmit, bejött és 5-öst írt. Hú, de okos. Ők azok az emberek, akik egyébként simán becserélik 100 ember szimpátiáját egy rajongásáért, hogyha ő elismeri, és tudjátok, így leborul előtte, hogy te milyen okos vagy, akkor nem baj, hogy hányan utálják csak közben. Csak egy valamihez nem elég az Andreának az intelligenciája. Egyetlen egy valamihez nem elég. Ahhoz, hogy érezze, hogy amikor ő ott bent ebben a stúdióban az intelligenciájával henceg, az mennyire visszatetsző. Hogy lehet, hogy ezt nem méri a teszt? Hát hogy lehetett ilyen magas az Andreának az IQ-tesztje, hogyha az Andreának a receptorai nem jelzik a szégyent, nem jelzik, hogy ez kínos, nem jelzik, hogy úgy általában az értelmiség körében van egyfajta kulturális küszöb, ami az szégyentelen hencegésnek tudod, és azt sem érzi, ahhoz sem elég az intellektusa.
hogy az, aki ennyire henceg, meg ennyire veret valamire, az mindig komplexusról tanúskodik. Hogy valójában aki tényleg intelligens, és nincsen kétsége az intellektusa felől, az bármi másról beszél, nem a saját intelligenciájáról. Bármi másról beszél, nem a saját sikeres tesztjéről. Nem az a téma, hogy én nem is figyeltem oda, 20 perccel előbb beadtam a tesztet, nem is értettem, hogy ez ilyen könnyű teszt, és erre mondták, hogy igen, ilyen az 1%-hoz tartozni. Azok mindig ilyen könnyen írják. Tudod? És amikor ő ezt előadja, akkor valahogy a hatalmas intellektusa az nem elég ahhoz, hogy érzékelje, hogy ez itt, amit csinál, valójában az ellenkezőjét jelenti egy bizonyos intelligenciájú kör szemében. Egy intelligencia küszöb fölötti kör szemében. Mondjuk azoknak a szemében, akik pontosan értik azt, hogy a veretés, hogy a hencegés az valójában a komplexusok kompenzálására szolgál. Elmondja azért azt is, hogy önbizalom hiánya volt, bár nem tudom, hogy így van, de ha ő mondja, legyen így. Tehát nem pont csak komplexus, hanem nyilván jól esik az embernek az, amikor esetleg kételkedik ebben, folyamatosan másokhoz, nőkhöz vagy férfiakhoz fordul, hogy vajon ők elfogadják a társaságomat, lehet, hogy más miatt nem, lehet, hogy keresi egy szűkebb csoportnak az elismerését, és nem kapja meg, és akkor fordul egy tágabb csoporthoz. Robi, képzeld el, hogy azért lehet, hogy ő mérlegeli, hogy igen, kevesen vannak abban az általad megjelölt értelmiségben és kulturális elitben, és én inkább egy szélesebb körnek azzal a háromjegyű számmal akarom bemutatni, mert az több bevételt fog hozni. Hát a prolik idolja akarok lenni. Annyira intelligens vagyok, hogy igazán nem az értelmes és kulturált emberek szemében szeretnék kiválónak feltűnni, hanem a prolik tömegének szemében. Úgy tudom elképzelni, hogy felhívta a Mokka szerkesztője, és azt mondta, hogy Andrea, mi ma szeretnénk veled foglalkozni. És erre 10 emberből hány nem érzi azt, hogy ez megsimogatta az egómat? Nyilván valaki van olyan magas szinteken, hogy azt mondja, hogy nem a műsorotoknak nem rólam kellene szólnia. De szerintem mindenki azt érezni, hogy olyan, mint hogyha visszahívnának a gimibe a régi osztályfőnököm, hogy beszéljek a sikereimről, és akkor végre elmondhatom, hogy letettem valamit az asztalra. Ezt mind ennek nem nehéz, tudjuk. Ezt nehéz ellenállni. Úgy mind nem tudjuk, hogy hogy kerül a Mokkába. Tehát azért azt érted, hogy a televízió társaságnak a munkatársaként időnként meg kell futtassanak, tudod, keresztpromócióban vesz részt, azt mondják, hogy menjen be az egyik műsorvezető, és akkor ott is pörgessük, hogy ismerjék meg közelebbről. Hát főleg, ha Neroliga Lina az illető. Hogy jönne, és lehet, hogy jelentkeznek nála, hogy rég voltál már, mit tudsz éppen mostanában elmondani magadról. Tehát azt nem tudjuk, hogy ő ütötte úgy az ajtót, mint ahogy a Kunhalmi Ágnes kifelé, csak semmit ővet befelé. Nem tudunk azon kívül, ami elhangzott az interjúban, de azt tudjuk, hogy Pakman Péter meg ő régebben együtt dolgoztak, és Péter akkor is azt gondolta, hogy Andrea egy nagyon intelligens nő, és hogy tök nagy áldás, hogy együtt dolgozhattak, tehát mégiscsak kicsit olyan, mintha őt könnyen elérhették volna, mondjuk témahiány kapcsán is, hogyha éppen aznap reggel nem tudtak be. Meg azért a TV2-be behívni egy neroligarchinát, aki ráadásul egy amúgy is már... 5 éve készült ez a beszélgetés, tehát hogy nem észárosozzad ebben a pillanatban, mert az előbb mondta az Ági. Hogy ekkor ez még a Lőrincnek a fotóit csak könnyes szemmel nézegette otthon a laptopján a Gamess könyvtárba rejtve. Aha. Azóta már regényt is írt róla, csak hogyha kíváncsi vagy rá. Akkor, tehát úgy tűnik a dolog, hogy Andrea fejében az ego akkorára duzzadt, hogy IQ pontokat szorít ki. Lehetséges. Hát ő maga mondja, hogy a korral csökken. Hogy Andi hihetetlenül művelt meg okos csaj volt mindig, amikor én mellette ültem, szóval... És képzeld, ez milyen régen volt, és az IQ egyébként az életkor előrehaladtával csak csökken. Tehát egyrészt képzeld el, akkor milyen magas lehetett az intelligencia kvóciensem, hiszen akkor még nem mértük meg ilyen pontosan. Másrészt meg akkor a Robi azonosított valamilyen sötét anyagot, talán pont így kellene elnevezni azt is, amelynek léteznie kell a többi anyag működése alapján. Azaz, ha csökken az IQ, vajon abban a képzelt térben mi szorítja ki? Meg, az öregedés, az elhűlés, vagy az ego? Meg hogy magasabb értékből ugye még nem jársz olyan rosszul, de ha eleve alacsonyról indultál, és akkor itt elnek az évek, és egyre hülyébb vagy. Vagy... A Kerényi akar valamit. Bocsánat, mondjad. Igen. Ágnes. Ez nem Oscar végsem.
Mégiscsak azt kell szólítsd, kérlek. Ágnes, te elképesztő, hogy milyen intelligens köszönöm vagy. Szépen. Ez valami elképesztő. Ez ahogy most ezt kifejezted, ez hihetetlen. Ez hogy csinálod? Meg mióta együtt dolgozunk, Robi, én egyre intelligensebbnek érzem magam. Pedig ez az idővel csökken, nem? Én mióta az King Pro-t, azóta sokkal jobb a széklet. Ez a helyzet, hogy az intelligencia, az ahogy az ember az időben egyre előre lép, és ahogy öregszik, úgy válik az életében ez egy meghatározó jeggyé, és úgy válik egyre fontosabbá, hogy körülötte mindenki erre asszociáljon, hogyha az ő nevét hallja. Hát ahogy az ember idősödik, úgy veszít el egyre inkább mindent, többek közt az IQ-ját. Ha már fogy, legalább tudja mindenki, hogy bőven van honnan Andreának. Tehát nagyon magasról esik, és persze lassan-lassan esik, de amire földet ér, addigra itt már a emberiségnek írmagva nem lesz, tudod? Úgy járnak, mint a dinoszauruszok. Eltűnik a földről, meg lehet, hogy minden élet eltűnik a földről, mire Andrea abból a magasságból, tudod, az IQ-járól, hát végül az egójára aláhull. Ez a menzatagság neki olyan lesz, lehet, mint El Bundynak, hogy hány yardot futott, tudjátok, csak egyszer kellett azt a touchdown-t megcsinálni, utána egész életemben beszéltek róla, vagy emlékezhetünk rá, úgyhogy én ezt már teljesítettem. Innentől ugyan lefelé vezet az út, de hát ez kit érdekel. Vajon hányan mennének el még egyszer tesztírásra? Ja, igen, mert egyébként ezt képzeld el, kolléginánk is mondta, hogy hogyha háromszor, négyszer megcsinálod egymás után, tuti biztos, hogy más értékek jön neki, már csak abból kifújólag is, hogy egészen máshogy érzed. Nincs az az Isten, hogy ezt ne lehetne edzeni, hiszen minden képesség fejleszthető. A probléma megoldás per idő is egy képesség. Nincs az az Isten, hogy ezt ne lehetne. Egy bizonyos tartományon belül, tehát felkészülhetsz rá, hogy a te legjobb formádat tehát mutasd, aki nem először van annak rá, de soha nem is meglepőek ezek a normál IQ-teszthez nem mérhető. Olyan, mintha a mundér becsületét védné. Nem, védeni. Robi, értelmesen próbálom tovább gondolni, Oszkár, amit te hiányosan gondolsz. Az a helyzet, hogyha én fogok egy vastag tesztfüzetet, ami tele van ezekkel az IQ-tesztekkel, és azzal eltöltök 2-3 hónapot, hogy azokat az IQ-teszteket töltöm, nincs az az Isten, hogy a következő, az azt követő, meg az azt követő IQ-tesztjeim eredménye ne növekedjen. Ahogyan izmot lehet fejleszteni, valameddig biztos, de nem mindent tudod valameddig lehet. Nyilván a 100 méteres férfi síkfutást is valameddig lehet leszorítani. Azt hívják úgy, hogy világrekord. Ameddig a Usain Bolt le tudja szorítani a megtett táv idejét. Azt hívják úgy. De hogy ahogyan a Usain Bolt is fejleszteni tudta a saját síkfutását, ahogyan a gyúrós csávok fejleszteni tudják a maguk izomtömegét, mindegyikre igaz, én hogy bizonyos tudom, keretek között és le tudok járni a Komjádiba, aztán fölhívom a Phelpset, hogy na most gyere, ha olyan nagy csávó vagy, és mégis gyorsabban fog úszni. Tehát de fejlődik. Mondom, hogy a saját tartományomon belül. Mindenki a saját tartományom, de ez minden, mire nem igaz. Tehát melyik edzésre, melyik fejlesztésre nem igaz, hogy a maga tartományán belül tud fejlődni pont az ember. Ezért mindre egyébként igaz, ennek megfelelően az IQ is csak olyan, mint az izomtömeg, vagy mint amilyen a 100 méteres síkfutás per idő. Ugyanolyan valójában a gyakorlással, a fejlesztéssel, az edzéssel javítható az eredmény, ennek megfelelően nem, tehát tudod, megint, és tényleg azt gondoljuk, hogyha én eltöltenék Robi, három... Nagyon, olyan hosszan mondod azt, amivel nem értek egyet, nem tartom igazságosnak ezt a szócséplést. De ez nem szócséplés, csak neked nem tetszik, amit mondok. Nem tetszik, szeretném közben bebeszúrt mondatokkal jelezni. Ha én 3 hónapon keresztül ezt a munkafüzetet töltöm, és fejlesztem magam ezekkel a tesztekkel. Komolyan azt gondolja bárki, hogy a 3 hónap végére intelligensebb leszek. Komoly pofával van, aki ezt
így elismeri. Senki nem állított ilyet, nem is gondolják ezt. Nyilván fejlesztesz, hát mondom, a saját határaidon belül meg ne szólalj. Hát de nagyon szépen kérlek, legalább egy mondattal hagyj reagáljak arra, hogy 10 perce ugyanazt mondod. Hogy a saját tartományodon belül ettől még amennyi teljesen egyetértek és érvényes, ahogyan jelentéktelenítjük ezt az intelligencia kvóciánst, ráfér. De ettől még abba a tartományban nem fog belógni az, aki a legjobb 4%-ra, vagy a legjobb 20%-ra érdemes csak. Lehet, hogy Andrea, hogyha készül, akkor nem a 2%-ba, hanem az 1%-ba kerül be, mint ahogy be is került, és nyilván ennek az egésznek a védelmében elmondaná valaki, hogy ezek a tesztek nem úgy néznek ki, mint amit te IQ-tesztnek megszoktál, hanem érthetetlen ábráknak a sokkal nagyobb választéka áll rendelkezésre, hogy azokból válogassál. Egy órán belül kell megfelelő mennyiséget produkálnod, erre ugyan készülhetsz, mondjuk készülsz így a stresszre, de közben meg nem engednek olyan gyakran ilyen éles környezetben téged tesztet írni, otthon tudsz készülni, de ott vajon mennyire izgulsz, hogy nincs meg a hozzárendelt tét. De tudod, hogyha elmész a tesztet elvégezni 6-szor, 8-szor, 15-ször, akkor az az izgalom is szépen szokássá, homeosztázissá válik, ahhoz is trénelheted magad, szoktathatod magad, ilyen módon is fejlesztheted magad. Akárhány IQ-tesztet elvégezhetsz, akárhányszor időre, én egyszerűen nem értem túl az agresszivitásodon, hogy most ezzel, amit mondtál, mennyiben cáfolod azt, amit mondtál. Nagyon-nagyon kevés, keveset tudsz ezen javítani. Tehát mondjuk, hogyha a Phelps egy perc alatt úszik le valamit, amit én 4, akkor én nagyon sokat edzek, le fogom vinni 3,5-re. Ha ő ugyanannyit, hát ő jóval többet edzett, ő az 1,40-et vitte le egy percre. Nem tudok kitörni egy bizonyos tartományból. De semmilyen téren nem tudsz kitörni egy bizonyos tartományból, sem a, tudod, az izomtömeg, sem a 100 méteres síkfutás per időben. Hadd segítsek nektek itt egy keresztmetszetet találni abban, amit Robi mond, és amit Oszkár, hogy sokkal kevésbé tűnne hülyeségnek amúgy az IQ-teszt is globálisan, hogyha az nem nekünk kellene alakulni az IQ-teszt végeredményeihez, hanem mindenki saját maga határozhatná meg, hogy a saját életében meddig jutott el. Mert azok elfecsérelt életek, ahol ezeket nem fejlesztjük, amiről Robi beszél, nem csak az IQ-tesztre készülést, hanem akármit az életünkben, az empátiánkat, a logikánkat, a hozzáértésünket, egy csomó mindez. Hogyha ezeket nem fejlesztjük a magunk módján, a magunk szintjén, akkor ugye ott nem érünk el különösebben eredményt. Lehet, ahogy szokták mondani, hogy az elefánt nem tud fára mászni, meg a hal nem tud felmászni a fára, hogy a saját területén sokkal nagyobb és jobb eredményeket ér el. Így aztán lehet, hogy nem a globális IQ-tesztet kellene mindenkinek kitölteni, hanem azzal dicsekedni, vagy eldicsekedni mondjuk egy reggeli műsorban, bár ezt nem javaslom senkinek, hogy ő magához képest hogyan tudott teljesíteni a saját szintjén. Az intelligencia az ugyanúgy egy funkció, mint a pénisz. Aki ezt öncélként kezeli, aki erre úgy hivatkozik, mint a beteljesült értelemre, ami önmagáért való, az azt se érti, hogy mire való az IQ. Legyen akármennyi az IQ-ja, azt se érti, hogy mire való az emberi értelem. Az emberi értelem az a világ megértését kell, hogy szolgálja. Nem arra való, hogy megmérjük, az nagy, és körbehencegjünk vele, mert ez önmagáért való, ahogyan a pénis sem arra való, hogy hencegjünk vele, mert önmagáért való, annak is van használata, abban a használatban nyeri el a funkcióját, ahogyan az értelemnek is van használata, a világ, a minket körülvevő világ feldolgozásában van. Na most ezen a téren Andrea még semmit nem villantott. Ugyanúgy adottságról beszélünk, mint a testmagasság, vagy mint a péniszméret, ahol kevésszer említettünk az adásban. Nőnapon szeretném megjegyezni, hogy Andreának nincs pénisze, ő ezzel tud villogni. És ehhez gratulálok is neki a mai napon. Azért az, hogy hogyan gazdálkodsz a rád bízott kis kerttel, ami a te elméd, a te körülötted élők állapota, a világról kifejezett véleményed, vagy akár a problémák összessége, ha már probléma megoldó képességgel áldott meg, és hogy az a probléma kinek a problémája, csak a tiéd, vagy másé is. Azt hiszem, hogy ezeknek a képességeknek a fejlesztése, az kifejez egy más jellegű intelligenciát, mint ezt, amire hát pont annyira lehet büszke, mint a